Kedves nézőim, kedves hallgatóim, mindenkit sok szeretettel üdvözlök ezen a meleg, szép, napos időn. A nyár kellős közepén kiki tervezi, hogy hol fogja tölteni a szabadságát. Elmegy valamelyik szép fürdőhelyre, vagy hegyekbe, kirándul a családjával. De bárhol is vagyunk, és napozunk is, oda kell figyelnünk bőrünk egészségére. Hiszen, ami ennek az órának a címe is, bőrünk, egészségünk, betegségünk tükre. Az immunrendszerünk védőkapuja. Tanuljunk egy kicsit most a bőrünkkel kapcsolatban. A bőr, a nyálkahártyák szervezetünk első védelmi vonala, testünk több szerveivel szoros kapcsolatban van, azokkal kölcsönhatásban él. A bőrünk a határ, a szervezetünk és a külvilág között. Csak a bőrön és az érzékszerveink keresztül lehet befolyásolni a belsőnket, amelyek továbbításáért az agyi idegek felelősség. Az állandó testhőmérséklet fenntartását segíti elő a vér keringésének szabályozásával és verejtékezéssel. A bőr idegi ellátása gazdag, hiszen a tapintás szerve. Szervezetünk is a bőrön keresztül is lélegzik. Egészségi állapotunkkal kapcsolatban információt szolgáltat. Fájdalom, hideg és meleg, érzékelő szerve, stb. Típusai, normál bőr, száraz bőr vagy zsíros bőr. Nézzük meg, dr. Vander, milyen sok okot sorol fel a bőrbetegségekre. Első, a vitaminhiány. Mit okozhat? Pellagra, száraz és törékeny köröm, hámlás, halpikkelyre emlékeztető bőr. A vitamin hiány. Pattanások. Második. Mérgek eltávozása a bőrön keresztül. A következő betegségek állhatnak ennek az oknak a hátterében. Csalánkiütés, ekcéma, pikkelysömör, pattanások, stb. És mik lehetnek ennek az okozói? Székrekedés, rossz májműködés, klórbizmut, arzénok, kinin, aszpirin, higany. Harmadik, különleges érzékenység. Okozhat csalánkiütés, ekcéma, herpesz, akné. Lehet érzékeny a sertéshúra, harra, a puha testű állatokra. Negyedik, a vér szennyeződései. Miért lehet a vérünk szennyező? A bélrendszer telített méreganyaggal, vagy a máj, vagy a vese diszfunkciója által termelt toxinok szennyezik. Ötödik, idegi okok. Időseknél ideges viszketést okozhatnak. A bőr túlzott és kóros hámlása, száraz bőrhámlás. Hatodik, fizikai irritációk. A nyomás és súrlódás bőrkeményedést, hideget, meleget, kiütéseket, bőrpirt és hőgutát okoz. Hetedik, A mikróbák és a vírusok. Különös figyelmet érdemelnek a mikróbák okozta bőrbetegségek. Sokan úgy vélik és úgy tűnik, hogy a mikróbák az egyetlen okozója bőrfertőzéseknek, de a természeti gyógyászat fogalmain kívül jó néhány tudunk, amelyek arra utalnak, hogy ez nem így van. A bőr felszínén nagy számú mikróba él folyamatosan anélkül, hogy betegségeket produkálna. Sok közülük veszélyes, amelyek egyik emberről a másikra terjednek, annak ellenére, hogy a bőr a hatékony védekező képességének köszönhetően gyógyul. Nagyon gyakran csak akkor alakul ki fertőző betegség a bőrben, amikor már a belső eredetű kiütések vannak. Vagyis az első ok a vér szennyezettsége és a gyenge védekező képesség, a következménye pedig a mikrobák általi fertőzés. Mivel sok a mikrobális fertőzés, ha egyszer kialakult, nehezen gyógyítható. Bőrünk szépségét befolyásoló tényezők. A táplálkozás az első. Zsíros, nehéz ételek, emésztési zavarok, stb. A dohányzás mit tesz? Szürkébé teszi a bőrt. Alkoholfogyasztás. A vörös bőrök. Éjszakázás, szemek alatt karikák és a káros szenvedélyek. A kezelési módok a bőr típusától és különböző okoktól függőek.
Talán megfigyelték, hogy az okok között a vér tisztátalansága, a székrekedés, a vér szennyezettsége van többször említve. Mikor szennyeződik legjobban a vérünk, leghamarabb? Ha nap mint nap székrekedéssel küszködünk. Aki több filmemet is látott már, tudja, hogy minden nap annyiszor kell legyen székletünk, ahányszor eszünk. Kérem, nézzék meg a következő filmet. A nyilak mutatják, hogy a bélbolyban levő nyirokér viszi vissza a méreganyagot az egész szervezetbe, a fejünkig. A combnál mutatja a bőrt is. Természetesen, hogy elég lenne maximum háromszor étkeznünk, és közben semmit ne nassoljunk. Ahhoz, hogy háromszor legyen székletünk, elegendő nyersanyagot, rostot, folyadékot kellene fogyasztanunk, és a munkánkhoz viszonyítva elegendő folyadékot is kellene innunk. Sajnos a hozzám forduló betegek után mondom, hogy nagyon sokan alig esznek nyers gyümölcsöt, zöldséget. Én mindenki beteg apjára ráírom, hogy legalább 50% nyers zöldséget fogyasszon délben, és ugyanakkor 50% nyers gyümölcsöt reggel és este. Télen alig fogyaszt átlag ember nyers zöldséget. Annál több állati termékeket, pedig orvostól hallottam, hogy az állati termékekben semmi rost nincs. Rostok nélkül pedig nincs széklet. Gondolom mindenki egyetért velem, hogy a káros szenvedélyek, a dohányzás, az alkohol, a kávé nem segíti elő azt, hogy szép bőrünk legyen. Ez mind egy pótcselekvés függvényei a lelki állapotunknak. Éveket voltam főosztályvezető, mérnökök, igazgató mellett titkárnő. Nagyon sok kávét főztem, de én magam soha nem ittam. Mivel már évtizedek óta teljes vegán táplálkozást folytatok, de a teljes kávét mindig szerettem, ezért ma is készítek magamnak dióból, mandulából, kesőtújóból tejet, szójababból, és teszek bele karopport, mézet, és nagyon finoman elfogyasztom. Nekem ez a finom teljes kávé. Kicsit beszéljünk az éjszakázásról is. Minden géphez, amit bárhol vásárolunk, kapunk mellé használati utasítást. A mi szervezetünkhez is van, hiszen a Teremtő Isten az éjszakát pihenésre szánta. De orvosilag is elismerik, hogy az éjfél előtti alvás duplát ér az éjfél utáninál. Én is dolgoztam 12-24-ben a vasútnál, ismerem ezt is, de azok, akik nem éjszakai munkára vannak beoszva, bármilyen szórakozást, tévét figyelembe véve félre kellene tenni, és lefeküdni idejében. Utolsó oknak a káros szenvedélyek vannak mondva. Sokféle káros szenvedélyünk lehet, de nagyon kiemelném azokat, akik azt se tudják, hányszor esznek, olyan sokszor esznek egész nap. Talán szinte egész nap esznek, nem is tudják, de állandóan bekapnak valamit. Ez rettenetes állapot. Szegény gyomor állandóan terhelve van. Még egy nagyon fontos dologról nem beszéltem, az elegendő mennyiségű folyadékfogyasztásról. Meggyőződésem, hogy betegeink 70-80%-a nem fogyaszt elegendő folyadékot, amennyire a szervezetének szüksége lenne. Ha itt az irodában dolgozok, akkor egész nap elég a 2 liter. De ha már kimegyek a kertbe dolgozni, mozgok is, és lehet, hogy izzadok is, akkor sokkal több folyadékra van szükségem. Ha bőrünk hidratált állapotban van, és a hidratációs rátája 10-40% között van, akkor a bőrfelszín 10-szer rugalmasabb. Tehát a légkör relatív nedvesség tartalma kiemelt szeremet kap. Ez az oka annak, hogy a száraz, szeles és hideg időben kellemetlen húzódásokat érezhetünk a bőrünkön. Az éjszakok változása és annak hatásai nem csak természetben figyelhetők meg, hanem tapasztalhatók a saját bőrünkön is, szó szerint. A bőrünk egy ideig jól alkalmazkodik a hőmérséklet változásokhoz, de ha a hőmérséklet változás tartós, és nem ápoljuk bőrünket az időjárási körülményeknek és bőrünk egyedi igényeinek megfelelően, akkor az végleges elváltozásokat idéz elő a bőr különböző rétegeiben. Hideg hatására szeles, hűvös őszi időben már 10 fok körül is fagydaganat jelenhet meg. Ez az elváltozás azokon a területeken alakul ki bőrünkön, ahol a vérkeringés valamilyen ok miatt, például szűk cipő
csökken. E területen a bőr megduzzad, vörössé válik, érintése fájdalmas lesz. Ha a külső hőmérséklet tartósan a 0 fok alá csökken, nem ritka jelenség a fagyás, melynek súlyosságától függően több fokozata ismeretes. Télen szinte valamennyi bőrtípus, ha nem kellően védjük, az időjárás viszontagsághoz függően felszíni vízhiányossá válik, így állapota rosszabbodik. Még egy dolog, fontos a ruházat tisztán tartása is, mert az elhasznált ruhák magukba szívják az elhasznált salakanyagokat, amelyek eltávoznak testünkből a bőrpórusain, azért, ha a ruháinkat nem váltjuk és mossuk ki gyakran, akkor tisztátalanságok bőrünk pórusain keresztül visszahúzódnak szervezetünkbe. Bőrünk nem kizárólag belső szerveinket, védő és testünket összetartó burok, hanem a szervezet működésében is fontos szerepet kap. Mérete sem elhanyagolható, hiszen a legnagyobb szervünk. A felnőtt ember bőrének felülete általában 1,6-1,8 négyzetméter, súlya pedig a bőr alatt zsírszövet nélkül eléri a 4 kg-ot is. Elnézést kérek azért előre is a szépségipartól, mivel a közel 83 évem alatt egy kis tubus krémet, stb. Nem használtam fel az arcomra. A testemre is nagyon keveset. A kezemre is, mikor kertben dolgozok, évek alatt használok el egy tubus kézkrémet. Mi segít engem ebben? Első dolgom, hogy igyekszem egészségesen táplálkozni, egészséges folyadékokat fogyasztani, ugyanis csak azt eszem és iszom, amit az én saját két kezem csinál. Még a kenyeret is sütöm. Igyekszem nem csak a víz, hanem elegendő gyümölcs leveket, zöldségleveket is készíteni saját magam is fogyasztani. A betegeim igen meglepődnek, mikor ráírom a beteglapjukra, hogy csak házilag készített ételt és italt fogyasszon. Még 1991-ben adtam ki először a Biokozmetika című könyvemet, amelyben otthon elkészíthető szépségápolási recepteket talál a kedves olvasó, és részletesen többféle bőrbeteg típusra. De nem csak a szépségápolásra talál tanácsot az érdeklődő, ezért elmondom a benne levő témákat. Mivel mindig több és több túlsúlyos beteg keres fel, és akkor is ez volt, abban az időben is, ezért, hogy mennyi a reális testsúlyunk koronként, ezért idézem Blas Posas Hermosilla Nueva Guía de Medicina Natural című könyvéből, ahol ezt tanálja meg először is a kedves olvasó. Figyeljék meg, koronként van megállapítva a súlyunk szükséglete, nem azonos a reális súlya a 20 év körülinek, mint a 70 évesnek. Például egy 20 éves, 170 cm-es nő, sovány, ha 56,30 kg, normál, ha 59,70 kg, és már túlsúlyos, ha 62,80 kg. Egy 70 éves nő, 170 cm-nél, sovány, ha 67,40 kg, normális, ha 70,70, és túlsúlyos, ha 74,30 kg. Például nézzük a férfiaknál, egy 20 éves, 170 centis férfi, sovány, ha 58 kg, normál, ha 61,70, és túlsúlyos, ha 65 kg. De egy 70 éves, 170 cm-es férfi, sovány, ha 67-60 kg, normális, ha 71 kg, és túlsúlyos, ha 75,20 kg. Tehát egy 70 éves embernek, kinek már megnehezedtek a csontjai, nem annyi az ideális testsúlya, mint egy 20-30 évesnek. A következő főcím, hogyan szabaduljunk meg a felesleges kilóinktól. A fontos tanács, hogy ne időszakosan fogyókúrázzon, hanem egy életszemlélet változásának eredményeképpen egy másik életformát vezessen be életébe. Például dr. Vander mit javasol nekünk? Csökkenti az elfogyasztott ételmennyiségét. Csökkenti édességeket, cukros dolgokat is mellőzi. Férti a szívét a többletsúlytól.
Ha félig jól akottan fel tud állni az asztaltól. Több fizikai munkát végez. Ha maximum háromszor étkezés betartja, és nem lassul közben. Ha megtalálja a lelki békéjét, nyugalmát. Mindenki előtt ismeretes, hogy idegi állapotunk befolyásolja étkezési szokásainkat. Többet a falat is megennék olyan éhesek, ha idegesek, és ez biztosan az elhízáshoz vezet. Ahogy már fentebb is említettem, naponta maximum háromszor étkezünk, és ugyanannyiszor kellene legyen székletünk is. Minden hozzáforduló betegnek tanácsolom a tisztítókúrát, nem csak azért, hogy segítsen a fogyókúrájában, hanem inkább azért, hogy megszabaduljon a bérben bent rekedt méreganyagoktól. Ilyenkor tömény ételt nem kell fogyasztani, hanem 2,5 óránként elfogyasztani az otthon elkészített gyümölcsleveket, vagy zöldségleveket, vagy dinnyelevet. Higgyék el, hogy nagyon jó hatásra van bőrünkre is. Természetesen többféle gyógyteja és még sok más található a tanácsok között. A következő alacsony, mit tanácsolhatunk a soványoknak? Dr. Vander a következőket tartja a soványság okainak. Valamilyen akut betegség, vérszegénység, TBC, lecsúszott bél, rossz emésztés, vitaminokban szegény táplálék, természetellenes életszokások, alkohol, ecet, bélférgek, tisztátalan vér, idegi problémák. Ezekkel a problémákkal szembe kell nézni, nem elhanyagolni, orvoshoz, természetgyógyászhoz fordulni, hogy meggyógyuljon és egészséges életet élhessen. Sokféle gyógynövény teját ajánl, ami nekem nagyon tetszik, a görög szén a levelénél jobb étvágygerjesztő nincs. A soványoknak is meg kellene fogadni a több felsorolt tanácsot. Például egészséges ételek fogyasztása, jó levegő kihasználása, idejében való pihenés, lelki megnyugvás, több mozgás, stb. Az is igaz, hogy genetikailag is vannak az öröklésnek is befolyásai, hogy megfelelő testsúlyunk legyen, de az egészségtelen életmódot túl vagy kevés életfogyasztás is befolyásolja. A télen egyszer a tévében egy férfi riporter kérdezte egy férfit. Milyen divatos fogyókúrát végeztél, hogy ilyen sok súlyt leadtál? Hogy tudtál megszabadulni tőlük? A válasz nagyon egyszerű volt, soha nem fogom elfelejteni, de nagyon tetszett. Semmiért. Fel annyit ettem, mint eddig. A következő címnél a bőrünk szépségét befolyásoló tényezőknél ezt olvashatjuk. Dohányzás, ami szürkévé teszi a bőrt, alkoholfogyasztás, emlékezz a vörös órokra, éjszakázás, a karikás szemek és a káros szenvedélyek. A következőleg bemutatom a bőrápolás első lépéseit, amelyek gőzölés, arctisztítás, lemosás. Hogy mivel? Külön tanácsot kap a száraz, fáradt, érzékeny bőrnek ajánlott gyógynövényekről, melyek borrágó, körömvirág, kamilla, citromfű, rózsaszírom, ánisból készült teákkal. Majd a zsíros, pattanásos arcbőröknek van tanácsolva a rozmaring, a borsmenta, zsája, martillapú gyógynövények. A következő alcímünk a lemosók mindenféle típusú bőr tisztítására. Itt is részletes leírás kap a kedves olvasó, leírva, hogy milyen alapanyagból hogyan készítheti el az általa kiválasztott lemosót. Majd több oldalon keresztül kap tanácsot a házilag készíthető kozmetikumokról. Különböző bőrtípusok szerint zsíros arcbőre, majd száraz arcbőre, és külön a nagyon pattanásos arcra. Sokan, akiknek nagyon pattanásos volt az arcuk, örömmel jelezték vissza, hogy mikor megcsinálták a tanácsolt egyszerű krémeket, és természetesen naponta kenték magukat vele, nagyon rövid időn belül gyönyörű szép bőrük lett. Mi volt ez? Ezt az ajánlatot itt is elmondom. Nagyon egyszerű. A két deszi savanyú káposzta levét 6-8 kanál búzakorpával, vagy hidegen sajtolt napraforgó olajjal összeturmixolták, és majd egy óra állás után kenték be vele az arcukat.
Ezt a minimum 1 órát az arcon hagyják, és utána langyos vizet lemossák. Természetesen ezt több napon keresztül kell csinálni, hogy eredménye legyen. Következő tanácsot olvashatnak a tápláló frissítő krémek fáradt bőre cím alatt. Külön foglalkozok a napi fürdő fontosságáról, és hozzávaló különböző gyógynövényekről is. De foglalkozok a hajunk ápolásáról is, hiszen más fürdő kell a törékeny haj, vagy a zsíros hajunk rendbetételeihez. Gyakran hallották tőlem, csak az elfogyasztott egészséges táplálékból képződhet egészséges vér. Amilyen a vérünk, olyan az egészségünk is. Semmiféle arckémet soha életemben nem használtam, és annak ellenére, hogy a kertben is dolgozom, kézkrémet is csak nagyon ritkán. Nincs szükségem rá. Igaz, hogy csak azt az ételt fogyasztom, amit a saját két kezem csinál. Minden hozzáfordul beteg lapára is ráírom, csak házilag készített ételt és italt fogyasztom. Ez a tanácsom, ami sok hölgynek nagyon nem tetszik, de mindenki maga dönt, hogy mit csinál, és mit fogad el. Kérem, gondolkozzanak el a Leves Hazudik című könyvben. Például a mentheintolból idézem, képes a friss gréfrutli ízének benyomását kelteni. Vagy a 25. oldalon ezt írják. Veszünk egy kis fűrészport, pontosabban ausztrál fűrészport, elkeverjük alkohollal, vízzel és néhány egyéb összetevővel, mindezt egy kicsit főzni kell, és hamarosan kellemes, természetes eper aromát kapunk. Vagy a 29. oldalon. A citromsavat például, mely legfontosabb ízanyagok egyike, többek között a frissítő italokban, mint a kóla is, ma szinte kizárólag a legkisebb élőlények váladékából nyerik. Döbbenten hallgattam a héten is egyik hozzám forduló beteg hölgytől. Mit egyen, ha nem fogyaszthat állati terméket? Feleltem az volt, hogy édesanyám hetünket felnevelt vegetáriusként. Vannak, akik naponta 3-szor is valamilyen állati terméket fogyasztanak, és ekkor felteszem a kérdést, hogyan lehet ilyen egyoldalúan táplálkozni. A Nagy Egészségi Könyv 917. oldalán ezt olvashatjuk. Vegetárius módon élni azt jelenti, hogy megölt állatok húsának fogyasztásáról lemondanak. Majd ezt írja. A vegetáriusok tovább élnek. A húsfogyasztókkal szemben 30-70%-a kisebb a rizikó, hogy szívinfarktus vagy koronária betegséget kapnak. Gyomor, bél, köszvény és vesefunkciós zavarok ritkábban fordulnak elő. A rák okozta halálozás 50-70%-a ritkább. Gyakrabban maradnak az ideális súlynál. Vérnyomás értékeik alacsonyabbak. Vérzsír értékeik alacsonyabbak. Szeretnék itt idézni dr. Kimétől. Szerinte a bőrrák egyik nagy okozója a szervezetben felhalmozódott többletfehérje. A nap sugara okozta a bőrrákért nem a napot, hanem a sok elfogyasztott fehérjét kellene okolnunk. Ha nem táplálkozol egészségesen, jobb, ha ki sem fekszel a napra. Kedves nézőim, kedves hallgatóim! Tanácsokat tudunk adni egymásnak, de nem tudunk egymás helyett tenni semmit. Mindenkinek önmagának kell eldöntenie, hogy mit fogad el és mit valósít meg saját életébe. A drága kozmetikumok helyett inkább egészséges nyers gyümölcsöt és zöldséget vegyenek. Soha-soha ne terítsenek asztalt hozzávaló nyers gyümölcs vagy zöldség nélkül. Ha sós ételt fogyasztok, akkor a zöldség jön, ha édeset, akkor csak is a gyümölcsöt tálalok hozzá. Ha átrágják ezt a könyvet, biztosan sokat tudnak tenni egészségükért. És minden betegtől is megkérem, ha egészséges akar lenni, ne a szája irányítsa, hanem az esze. Gondolja át, hogy mit miért fogyaszt, és tudja nevelni ízlését. Meg tudja szokni szeret azokat az ételeket, amikre eddig rá se tudott nézni. Minden a hozzáállásunktól függ. És gondoljuk meg, mennyire törődünk az egészségünkkel, mennyire értékeljük egészségünket, és mit teszünk érte, hogy ez meg is maradjon. Szeretettel üdvözlöm Önöket, és kérem, vigyázzanak önmagukra. Köszönöm, hogy meghallgattak.